A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. Nagy szeretettel üdvözlöm a Kultúrkép magazin minden kedves nézőjét. Mai adásunk tematikájában többször is szerepel a házasság hete, éppen ezért innen a kiskunhalasi házasságkötőteremből köszöntöm Önöket. Most azonban műsorunk legelején egészen más stílussal kezdünk, kérem tartsanak velünk! Nagykorú lett a rockfarsang, hiszen 18 éve várják a szervezők minden év februárjában az Úzós Dallamok kedvelőit Kiskunhalason. Idén is egy remek bulit hoztak össze, mi pedig természetesen ott jártunk a kameránkkal. Idén sem múlhatott el a február Kiskunhalason rockfarsang nélkül. A házigazda Voices zenekar minden évben különleges jelmezekbe bújva adja meg az alaphangulatot. Most pantomim művészeknek öltöztek, azonban hamar kiderült, hogy ez az interjú készítést nem igazán könnyíti meg. Arra a kérdésre például, hogy miként érzik magukat a rendezvényen, ezt a választ kaptuk. Azt gondoltuk, ha egymás mellé állítjuk a zenészeket, majd megtörik a jég. Sajnos nem lett igazunk. A házigazda Voices zenekar minden évben különböző jelmezekkel készül. Most, akinek nem lenne egyértelmű, idén kik vagytok? Hosszas kérlelés után azért csak sikerült pár hallható mondatot is kicsikarnunk a zenészekből. Megtudtuk például, milyen múltra tekint vissza a rockfarsang. Nagykorú lett a rockfarsang, idén ünnepeljük a 18. születésnapját a rockfarsangnak, és nagyon-nagyon örülünk, hogy 2022-ben végre újra találkozhatunk a közönségünkkel. Nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy most már közvetlenül kommunikáljunk, és egy interaktív koncertet hozzunk létre. Pokol ilyen nehéz volt megoldani úgy, hogy tavaly nem voltak ott az emberek, csak ugye a tévéképernyő elé képzeltük őket, és ők bennünket a színpadra. Tehát most az a fontos, hogy újra együtt vagyunk, újra együtt érezzük magunkat nagyon-nagyon jól, hiszen most már újra van lehetőségünk arra, hogy igazából face-to-face bulizhassunk együtt. Voices zenekar tagjai már nagyon várták, hogy ismét közönség előtt zenélhessenek. Egy jól bevált repertoárral érkeztek a 2022-es rockfarsangra. Most az idejében azt mondom, hogy viszonylag keveset próbáltunk, mert hát elég nehezen állt össze maga a rendezvény, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk így tartani. Ez egy tényleg egy kérdéses dolog volt, de én azt gondolom, hogy nem nagyon szoktunk új dolgokat előszedni, inkább a régit, meg az idejében nagyon örültünk annak, vagy örülünk, hogy élőben lehet zenélni, tehát hogy van közönség. A tavalyi rockfarsang az más volt, az inkább egy tévés felvételhez hasonlított, mint egy élő koncerthez, de az idei az végre egy rendes koncert, és ebből a tekintetből úgy készültünk, mint ahogy eddig magyarul kevesebbet. Igazából ez volt az első olyan zenekar, amivel itt, hát nem értünk el nagy sikereket, de hát itt a környékbeli motoros találkozókon, a környékbeli klubokban, amikor még így voltak klubok, akkor azért elég sokat zenéltünk meg. Hát ez a, hát az ifjúságunk zenekara, tehát ott azért voltak történetek, és hát ezek úgy előjönnek. Bár érdekes, hogy tovább, tehát hosszabb ideje nem vagyunk zenekar, mint amennyi ideig zenéltünk, tehát hogy a 90-es években mondjuk egy olyan 6 évig működött a zenekar, és utána 20 éve úgy csináljuk a rockfarsangot, hogy nem működünk aktívan. Hát mindig egy nagy öröm egyébként összejönni így, és jó buli, jó bohóckodás. Települési értékeket bemutató sorozatunkban ezúttal a kiskunhalasi Baranyi László Kolping család egyesülettel ismerkedhetnek meg.
A katolikus közösség jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, múltról, jelenről és jövőről is beszélgettünk velük. Most azonban születésnapot ünneplünk, de azért fogadjátok el azt, hogy kezdődik. Éjjel soká. Egy születésnapi ünnepség képei ezek a Baranyi László Kolping család egyesületnél. Ki gondolná, hogy a közösség története egészen a múlt századig nyúlik vissza? Az alapító elnök Sós Frigyes megemlékezett a névadóról, Adolf Kolpingról is. Ő alapította meg az első legényegyletet, és ebben a legényegyletben a legények szívesen eljártak, mert olyan programokat szervezett mindig, amely fölkészítette a legényeket a házas életre, a becsületes munkára és helytállást a társadalomba. Kedvet kaptak több városba a legények, és nem csak a legények, hanem a város vezetői vagy az ország vezetői is látták, hogy milyen hasznos ez a mozgalom. Gyorsan terjedt. 1852-ben már Budapestre is eljött Adolf Kolping, Bécsből jött akkor át, és Budapesten is megalapította az első legényegyleteket. Tovább terjedt itt Magyarországon is, és eljutott Kiskunhalasra is. Édesapám ágya fölött egy búcsúztató levél volt, erről van egy másolat is, amikor összeházasodtak a szüleim, a legényegylet őt elbúcsúztatta, és a legvégén ennek az oklevélnek az volt, hogy és vezessen az életeden át a kolpingi szellem. És ez foglalkoztatott engem, hogy mi az, hogy kolpingi szellem, és a Vangel Imre úr, Lévános úr elmagyarázta nekem. 92 őszén az országos vezetőségnek egyik tagja eljött ide, és a fiataloknak tartott egy előadást. A fiatalok létrehoztak egy kiskunhalasi Kolping ifjúsági csoportot. Ez 92. decemberibe, novemberibe volt, és december végén már így nagyon jó szilveszter estét csináltak. Erre föl később mi azt mondtuk, hogy és ösztönöztek is rá a budapesti vezetők, hogy akkor alakuljon meg egy Kolping család egyesület itt, és 93. február 27-én megalakult a Baranyi László Kolping család egyesület. Most azért lett Baranyi László, mert a legényegylet alakulásánál nagyon sokat tett a halasi ifjúságért ez a lelkipásztor, aki itt volt. Az egyesület számtalan programot szervezett az elmúlt 3 évtizedben, sikerült egy nagyon szoros kapcsolatot kialakítani az erdélyi Gyergyó-Szentmiklósi Kolping közösséggel. Erdéllyel ebben az évben lesz 25 éves a kapcsolatunk, amit meg is szeretnénk ünnepelni júliusban. Hát szinte olyan viszonyban vagyunk velük, mint egy saját családtaggal, hogy egyik évben nálunk találkozunk itt Halason, másik évben pedig megyünk Erdélybe. Hát Erdélybe is minden gyönyörűséget megláttunk már, és az ő szeretetük, az önzetlen szeretetük, ez minket fiatalon tart, úgy mondanám. Itt Halason is igyekszünk minden szépet megmutatni nekik. A Baranyi László Kolping család egyesület egy adománynak köszönhetően saját házban működhet. A cél mindig is az volt, hogy több generációnak nyújtsanak támaszt, kikapcsolódási lehetőséget. Én azt szoktam mondani, hogy a fiatalnak is, a fiataloknak például az iskola vagy a szülői ház nem tud minden szabadidős tevékenységet fölvállalni, és egy közösségbe hasznos tevékenységre találhat. Tehát kimondatlanul is neveljük egymást. Tehát mi idősek is, vagy a gyerekek is
látják a fiataloknak a életvitelét. Az időseknek pedig azért tudnak megmaradni, azért maradtak meg, most már jövőre lesz 30 éves a közösségünk, hogy tehát az idősek a ledolgozott éveik után is, hogy értelmes, szabadidős tevékenységet bekapcsolódhatnak be. kétszázötvenedik epizódjához érkezett könyvajánló rovatunk. A lapozgató főszereplői az elmúlt években a legtöbbször a Büszkeség és balítélet című kötetet választották, ezúttal is erről a könyvről hallhatnak a TECO egyik diákjának prezentálásában. Én Jane Austentől hoztam a Büszkeség és balítéletet. Röviden a történet igazából arról szól, hogy van egy héttagú család, ebből mind az 5 gyerek lány, és férjhez akarják őket adni, hogy minél előbb örököse legyen a családnak. És Elizabeth elmennek egy bálba, és ott így találkozik egy férfival, de először nem lesz első látás szerelem, mert nagyon gőgösnek, bunkónak tartja. A történetben nagyon sok bonyodalom, történés van, hogy nagyon sok cselekményszálon fut, ezért egy kicsit nehéz is megérteni a nyelvezetét. A régies korban íródott, ezért is nehéz egy kicsit olvasni, és így megérteni, hogy miről is szól. De végül is így a sok bonyodalom kívül végén egymásra találnak, és boldogan élnek. Ahogy olyan testvére is rátalálta a mellette lévő szerelmére, és így lett a családnak örököse is, és boldogan éltek, még meg nem haltak. Nekem Mr. Darcy a kedvenc karakterem, igazából az ő szempontjában nem nagyon íródik a könyv, de az, hogy így küzd egy lányért már a vége fele, hogy álmondja neki, így nekem ez így nagyon tetszett, hogy így ilyen szókimondó. Szerintem megfogja az embereket a történet lényege is, és hát aki szeret olvasni, az biztos, hogy nagyon szereti ezt a könyvet. Én ezt a könyvet inkább így az idősebb korosztálynak ajánlom, így meg a 16 fölöttieknek, hogy azért meg tudjuk érteni, hogy miről is szól. Ezekben a napokban zajlik hazánkban is a házasság hete. A pároknak ilyenkor érdemes a rohanó hétköznapok ellenére is egy picit lelassítani, hogy több időt tudjanak szánni férjükre, feleségükre. Erről a témáról beszélgettünk Kohipál Eszter református lelkésszel. Vasárnap kezdődött meg, és egy héten keresztül tart a házasság hete, amit itt Kiskunhalason is megünnepelhetnek az emberek. Mi is ez a kezdeményezés, honnan ered, és miről szól ez az egész? Ez a kezdeményezés ez már 15 éve fut, nem csak hazánkban, hanem nemzetközi viszonylatban is. És ez az egész arról szól valójában, hogy a házasságokra fókuszt tegyenek, a házasság intézményére, és igen, ahogy említetted is, 13-ával kezdődött, most idén, 2022-ben, és 20-áig tart. Ez mindig a Valentin nap vonzatában van ez a hét, és igazából egyházi egyházak szoktak mellé állni, civil szervezetek és akár önkormányzatok is. Tehát ez egy ilyen nagy összefogásra sarkal mindenkit, hiszen mindenki valahogyan, valamilyen szintéren részesül a házasságban. Most ez a 2022-es évnek az a szlogánja, hogy maradjunk együtt. Nyilván ez felhívja arra a figyelmet, hogy kihívással néznek szemben a házaspárok, mert hogy a Covid azért megtépáz elég sok mindent, nem csak a munkahelyeket, nem csak a saját személyes lelkiéletünket, hanem akár a házasságunkat is. És jó erre úgy gondolnunk,
hogy igen, ezt fókuszba kell tennünk, ezzel foglalkoznunk kell, lehet, hogy ebben az időszakban egy picikét jobban. Miért fontos ez, hogy akik házasságban élnek, akár ilyenkor, akár az év többi napján is picit lelassítsanak, és odafigyeljenek erre a társas kapcsolatra? Ez talán ad egy olyan pontot, ahol a házastársak összeérhetnek, még hogyha a hétköznapok rohanásában így szétfelé húznak az erők a munkahely vagy a család szinterén, akkor is itt most lehet egy közös megállóhely, és mi is szeretnénk erre berendezkedni most itt Kiskunhalason, hogy ez legyen a házaspároknak egy olyan állomás, ahol feltöltődhetnek, ahol a gyerekeket egy picit letehetik, és egymásra koncentrálhatnak, és mindenképp olyan témákkal foglalkozzanak, ami lehet, hogy az ő életüknek is a központi témája. Teszitek ugye ezt egy rendezvény, egy szervezett program keretében, ami gyakorlatilag azzal egy időben zajlik, amikor a nézőink ezt az előre felvett beszélgetést látják. Te egy előadást is tartasz ezen a rendezvényen. Kiket szólítasz meg? Van-e külön célcsoport, vagy kiknek szól majd az előadásod, és miről beszélsz? Nekem abszolút van egy célcsoportom. Igaz, a nagy címem az, hogy a krízis, az valójában krízise, és itt leginkább azt a két szegmensét fogom érinteni a családoknak, akik esetleg a koraszülés tényével vagy élményével találkoztak a házasságukban, vagy azok, akik pre- vagy perinatális veszteséget éltek át. Nyilván ennek van egy pszichológiája, van egy lélektana, de azért mertem ezekhez a témákhoz hozzányúlni, mert én is sorstárs vagyok, és tudom, hogy ezen mennyire fontos dolgozni, és mennyire fontos erről beszélni. Nekem elsősorban ők a célközönségem, de még rajtam kívül lesz három előadó, akiknek más a fókusza. Hogyan tapasztalod, megmernek nyílni az emberek egy-egy ilyen téma kapcsán? Vagy van egy burok, amit ilyenkor minden egyes alkalommal, akár egy előadónak, akár egy lelkésznek, de át kell törni, hogy eljusson a házaspárokhoz? Azt érzem, hogy erre van igény. Nagyon, tehát mindenféle platformon az jut vissza hozzám, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Hát elsősorban az anyukák, akikkel én találkozok, de nyilván az apukák is érintettek ebben a témában. Talán az anyukáknak könnyebb megnyílni, mondjuk felém nőként, de én ezt érzem az online tereken, akár benne vagyok egy koraszülött csoportban, ott is látható, hogy az anyukák mennyire küzdenek azzal, hogy ezt az élményt feldolgozzák. De akár a személyes kulcsbeszélgetéseimben is abszolút látom és érzem, hogy megtalálnak ezekkel az anyukák. Egy idő után ez egy égető problémává válik az életükben, és muszáj vele foglalkozniuk, azt érzik, és akkor esnek a karjaimba, és tudunk beszélgetni. Érdekes, mert édesanyákat és feleségeket, nőket említesz. Picit azt érzem, hogy lehet, hogy ez is olyan, mint a Valentin napnál, hogy a nőknek nagyon fontos, lehet, hogy a férfiaknak is, csak ők talán kevésbé merik kimutatni? Így van, erre a tényre az előadásom kapcsán is fogok hozni példát, hogy a férfiaknak egy picit nehezebb a megnyílás, ők mindig erősek szeretnének maradni, ők mindig bekötözik a sebeiket, nem engedik, hogy szellőzzön, és hogy az anyukák szerintem lehet, hogy pont azért, mert hogy otthon vannak az első három évben legtöbbször, nekik egy picit nagyobb platform kell arra, hogy megnyíljanak, hogy valakivel beszéljenek. Nyilván arra is sarkalom én mindig az anyukákat, akik eljönnek hozzám, hogy ott van a házastársa. És igazából a házastársi közösség az, ami mindent elhordoz és mindent elfedez, úgyhogy jó abba visszaforgatni ezeket a dinamikákat is. Mi szoktunk egyébként gyakorlati ilyen kurzusokat is tartani, és nem olyan régen volt egy ilyen házas kurzusunk, ahol viszont csak a párok és az ő személyes életük, tapasztalatuk van a fókuszba. Nyilván ott is feljöhetnek ezek a dolgok, amikről most mondjuk beszélünk, de hogy ez gyakorlatorientált, ami most csütörtökön fog történni, az inkább egy elméletorientált este lesz. Lehet, hogy most vannak olyan nézőink, olyan házaspárok, akik akár korábban még nem hallottak erről a házasság hetéről, most viszont felfigyeltek rá. Mit üzennél nekik, hogy akár ebben a néhány napban, amíg tart ez, vagy pedig a mindennapokban, hogyan figyeljenek oda egymásra, mit tegyenek azért, hogy még inkább erősebb lehessen a házasságuk? Én azt gondolom, hogy,
hogy talán azt a nyelvet jó megtanulni, beszélni, ami igazából a másik is kommunikál. Mert ez mindenképp elsöprő, átütő jellegű lehet a kapcsolat minőségében, hogyha egy nyelvet beszélünk. Így van ez egyébként mindenhol, hogyha mondjuk külföldi emberrel találkozunk, hogyha van közös nyelv, akkor megvan a kémia, de így van a házaspárunkkal is. Hogyha megvan a közös nyelvünk, akkor azonnantól kezdve működik. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez már online is elérhető egyébként ez a szeretett nyelv teszt, de hogyha most ezen a héten egy dolgot tesz egy házaspár a fókuszba, akkor az lehet ez, hogy megtaláljuk a másiknak a szeretett nyelvét. Maradunk még mindig az iménti témánál. A házasság hete sok hazai művészt megihletett, köztük van Kovács Nóri énekesnő is, aki egy új dallal és videóklippel jelentkezett kimondottan erre a hétre, amit szívből ajánl valamennyi magyar házaspárnak. Amikor a szívvel együtt rezdül, szerelmes táncban lelkünk csendül, nekünk dalolnak az angyalok. Tavaly nagy nap volt az én életemben is, ugyanis bekötötték a fejemet, és ennek kapcsán írtam az én kedves, akkor még vőlegényemnek egy dalt, aminek az a címe, hogy Köszönöm, és ez akkor hangzott el, amikor egymásnak úgymond szóban, és én pedig dalban szerelmet vallottunk a szertartás alatt. És azt gondoltam, hogy ezek az érzések biztos, hogy másokban is ugyanígy megfogalmazódnak, benne vannak, és mi lenne, hogyha ezt közkincsé tenném, és megosztanám mindazokkal, akik ugyanígy éreznek, mint én. Hát, ha ők is éppen egy esküvői zenét keresnek, és rátalálnak mondjuk az interneten erre a dalra. És ezért megosztottam, és arra gondoltam, hogy jó, hát ha már zene van, akkor természetesen képet is készítsünk hozzá, és hát adott volt, mert a mennyasszony ruhámat én magam készítettem, meg az hozzátartozó ékszereket, úgyhogy megvolt. Úgyhogy belebújtam, összeszerveztem a stábot, és elmentünk az egyik nagyon-nagyon számomra kedves helyre, Zsámbékra. A Rom templomban ott volt a klipnek az egyik jelenete, a másik pedig a másik szívem csücske, hiszen én Bugyi községből származom, és ott van egy csodálatos vadászkastély, és annak a parkjában, ahol egyébként maga az esküvő is volt, ott is vettünk fel egy csomó jelenetet. Köszönöm, hogy itt vagy mellettem, amikor már majdnem elvesztem. Köszönöm a boldogságot, hogy megosztod velem. Az emberek is érzik, hallják, hogy ez valóban belülről jön, semmi manír nincs benne, nem tényleg az érzelmek kifejezése, és nagyon kedves, megerősítő visszajelzéseket kaptam, már pároktól is, hogy ők is magukénak érzik, és még egy pillanatra visszakapcsolódnék, hogy a saját esküvőmre, hiszen a férjem nem tudta, hogy ez a dal lesz, neki ez nagyon nagy meglepetés volt, és fantasztikus volt az arcáról leolvasni azokat az érzelmeket, amelyeket ő ebben a pillanatban érzett. Fúj az őszi szín, kettőnkről beszél, vágyainkról álomba szült, megbóvom esét. Azt gondolom, hogy házastársaknak mindig oda kell figyelniük természetesen egymásra, de ha van egy ilyen irányított hét, amikor ünnepelhetjük ezt a jelenséget, ezt a fantasztikus dolgot, hogy házasság, akkor miért ne? Miért ne tegyük ezt ünnepélyes keretek között, kicsit figyeljünk jobban oda egymásra, adjunk ajándékokat. Én nyilván nem a tárgyi ajándékokra gondolok, hanem élményekre, gesztusokra, figyelmességre, vagy akár erre a dalra is. Úgyhogy nem véletlen, hogy most időzítettük ennek a bemutatóját, én ezt adom ajándékba a fiatal házasoknak, meg természetesen minden házastársak. Köszönöm, hogy voltál, vagy leszel, köszönöm, hogy engem elveszel, köszönöm, hogy oltalmazol, s hozzám tartozol. A következő napok bővelkednek majd kulturális programokban Kiskunhalason, többek között színházi előadás, fotókiállítás és farsangi futás is szerepel a repertoárban, már is mutatjuk a részleteket.
Street Art Bergen február 18-án 18 órakor nyílik meg a Sétáló utcai közösségek házában Zseni Zsigmond fotókiállítása. Az eseményen zenés tárlatvezetés lesz a modern skandináv graffiti világába. A kiállítást Patkós László képzőművész nyitja meg. A megnyitót Szabó Gabriella Eszter zongora művész zeneszerző és Zseni Zsuzsa énekes a kiállításhoz kapcsolódó saját szerzeményekkel színesítik. A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk február 25-én. A program 16 órakor kezdődik. A koszorúk, mécsesek elhelyezése a Városháza utcai emléktáblánál lesz, a megemlékezés pedig a közösségek házában. Emlékbeszédet mond dr. Komáromi Szilárd, közreműködnek a Vári Szabó István szakképzőiskola tanulói. Elő lehet készíteni a farsangi állarcokat, jelmezeket. A Halasi Média és Kultúra Kft. Szervezésében február 26-án lesz az 5. Halasi Családi Farsangi Futás és Fánksütés. Helyszín a közösségek háza. A 4 kilométeres futás a bemelegítést követően 11 órakor rajtol el. A fánksütés is 11 órakor kezdődik Bognár Névarjú Mónika szakmai koordinálásával. Ismét egy érdekes előadásra várják a halasiakat a Szilády Áron Református Gimnáziumban. Február 21-én hétfőn 15 órától Uzsajné Pécsi Rita és Most hogyan lesz erő, élet című előadását lehet meghallgatni. Helyszín a gimnázium díszterme. Jövő héten megkezdődik a tavaszi színházi évad Kiskunhalason. A bérletesek ne feledjék, hogy február 23-án szerdán lesz az első előadás. Este 7 órától többek között Trokán Péter, Pál Tamás és Verebes Linda áll közönség elé a Városi Filmszínházban az Egérfogó című Agatha Christie darabban. Kedves nézőink, ennyi téma fért mai Kultúrkép magazinunkba. Adásunk zárásaként a Kiskunhalasi Voices zenekar tagjait láthatják és hallhatják. Én ezzel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket, találkozzunk jövő csütörtökön is. Viszontlátásra! We'll be right back.
A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette.